Jelen pillanatban a frissen átadott Ferenc József híd budai hídfőjénél állunk a rakparton, és felkerestem a híd tervezőjét, Feketházi Jánost, akivel a hídról fogunk beszélgetni. Jó napot kívánok, Feketházi János vagyok. A híd 333 méter hosszú, 20 méter széles, és szerkezetileg egy rácsos gerber híd. Kérem, a híd építéséről beszéljen egy keveset. Az építési munkálatok 3 évet vettek igénybe, és örömmel jelentettem, hogy semmilyen életet nem követelt a hídnak a felépítése. A híd villamos és gázüzemű világítása is el van látva, ugyanakkor villamos sínek is futnak rajta. Érdekesség továbbá, hogy maga Ferenc József verte be a megnyitón az utolsó szöget. A milleniumi ünnepség sorozat kapcsán kijöttem ide a Városligetbe, megkérdezem a pesti járókelőknek a véleményét, mégis hogyan élik meg az ünnepség sorozatot. Uram, kérem, jó napot kívánok! Tessék, jó napot kívánok! Mi a véleménye erről a Föld Attila vasútról, ami ugye második Európában? A kontinensen az első, azt mondja. Hasznos, jó az útvonal, ahol építették. Eredetileg föld felett akartak villamost építeni, és nem engedték a hatóságok. A családdal nyáron kimentünk az állatkertre, az is itt van egy 100 méterre arra. Az a Mulató negyed, az Óbudavára, az állatkert területén építették fel az elmúlt hónapokban. Már egész kora délután elkezdik, este nehéz bírni. Ott kezdődnek a pavilonok, több száz van felállítva. Látja? Látom. Az ország minden tájáról össze van szedve, mindenféle portéka. Ott voltam 67-ben, amikor a királyt koronázták. Hát sok minden változott azóta. Valóban. Például az orvostudomány.